Na, hajdi hó, Ez itt a 128. podcastünk a sorban. Olyan, mintha indok Kínában egy izzasztó kamrában ülnénk, pedig megy a légkondi, de mindenhol folyik rólunk is, a víz. mindenhol is. Pótoljuk a kalmáros csuprokból a, a levet, mert egyszerűen teljesen rottyom vagyunk már. A felvételt ott ne indítsd de nem vágunk, úgyhogy nem kell utólag ellenőrizni, csak így a... a vendégünk Mészáros Róbert, Brenda Lelke mindennek könyvnek az írója. Igen, azért lehet három darab, mert biztos fog adni nekünk, de hogyha eddig nem, három különböző. nem tervezte, akkor is most már kifogít. Itt könnyekül nem mész ki. Igen. Peti, zárd be az ajtót. Nem kell, nem engedem ki. Na, jó van. Na, szóval, hogy hát brandről, brandépítésről fogunk beszélni, márkaépítésről, ahogy egyébként itt szól a könyved, és, és ha jól nézem, ez három darab könyv, vagy kétfajta könyv? Három, három. különböző. De jó igen. Isten. És mindegyiket, munkafizet. sőt, négy és munkafüzet. Három plusz munkafüzet, tehát Robi az nagyon érti a, a brandépítést. Kap egyet, és ha kiolvastok, a vett és forgóban nyomjuk. Nem, hát akkor tévedtem, igen mégse kapunk könyvet. <sínt> <sínt> Igen, ezt akartam betolni. Na! Kocsiba van még. Nem <sínt> megyünk. Melyik lekísérünk. <sínt> ne <Hiedemesen>. Azért, <sínt> Azért, mert meleg van, ne szét. Kik vannak itt? Görzsöny the Péter. Sziasztok. Szűcs Attila, Csorba Dániel. Szia. Szia Hajdi Hó. ez itt a három kamár, bemutatkozunk Gölcsöny Péter, Szűcs Attila, Csorba Dániel Ez itt a kamárok, kamárok, kalmár Jippie-kájé, oh. motherfucker! Force. Nem mertél, nem, nem mert kár, de made, az előző adást végig. Arról beszélünk, hogy bocsánat, hogy legközelebb behívjuk Démiánt, mert ugye a szövegben benne van a főcím, hogy Démiánnél sokkal jobbak vagyunk, hogy ígérjük, hamarosan démien is a vendégünk lesz. Igen, és uh, Trambalás Tram kérte tőlem, hogy egyszer mondjam végig a Hajdi Hónak a folytatását, mert hogy ez egy szőri és pulekben elhíresült beköszönés, ahol a, hát most már nem tudom melyik szinkron színész, aki régen a Fábri volt a szinkron színésze. Vagy a, a bemondója, na és ő mondta. Ja, tudom, az a mély hangú. Igen, az nagyon... igen. Tudom ki. At a te hangod mélyebb. Igen, de kopasz, és... idősebb Pali volt nem ő. Nem kopasz, bajszos, de... Never mind. És, és hogy van végig? Akkor most hát már úgy van, hogy Heidi Hoff asszopók. Tényleg? Kezdi a, a izé. de hát én nem ezt szoktam mondani, én a Heidi Hoffkal már Elhatárolódunk, és nem vágunk. Nem, de a, a, a Nation azzal, egyet, a, azzal fort egybe, az pedig azért van, mert hogy a egyik kedvenc hip-hop előadóm, Timba, az uh, Timba hívja a követőit, és akkor gondoltam Kalmár De Ez, jó, ez így az táncsi. eredet történet teljesen. És a kedvenc meséje az oroszlán király volt. Mi? A kedvenc meséje az oroszlán király volt. Timon és és Pumbából összekombinált magának egy nevet. Mert nem tudom, hogy hívják a makit, lehet, hogy azért ez a neve. Na! Egyrészt volt nekünk egy jó kis főzőcskénk, ott voltunk egy csomóan, a 70 jegy elkelt, tökre örülünk, marad belőle lé, azt el kéne majd szórni. Ki fogunk írni e, egy posztot? 100 ezer körüli összeg maradt, most nem tudom, ott a Excel táblában föl van írva, hogy mennyi. Ki fogunk tenni ezt egy posztot a Facebookra, és lehet majd még beleutalni pénzt, mert a Kalmár Kantin nevében szeretnénk majd ezt felajánlani valakinek. Én szerintem csinálhatnánk egy szavazást róla, hogy kinek. Kira, nézhetnénk 3-4-5 helyet, hogy hova gondoljuk, helyen. akkor ezt kiírhatjuk, és akkor eldöntheti a csoport, de azok dönthetik el, akik fizetnek. Hát igen, -e léci, az szavazó majd, hogyha ki utal. aki utalt. Vagy utaljon utólag, és akkor van, ezt mondom, igen. Adjunk számlaszámot, lehet utolni, és akkor... Mondjuk azt kibogarászni, hogy ki utalt, ki nem. Jó, hát most kihagyjuk egy-két hétig, és akkor amennyi pénz összegyűlik, azt átutaljuk valahova. Ja. Na, szóval, hogy ez volt, ez tök jó volt, Tóth Robi. Innen köszönjük a Görzsöny Péternek és a Tóth Robinak a szervezést. Isten vagy! Isten vagy, nagyon komoly. Peti volt, a, aki az oroszlán részét, bejárta a helyet, leszerveztek. A, Robi, kémet. a Robi előtt le a kalappal. Én én a, csak a meg a Robi. Igen. A Robi 11-től gyakorlatilag meddig volt. Hát a Robi volt nap is már ott igen. aprított szóval a szóval innen köszönjük Robi a tényleg. Nagyon nagy munká. Legközelebb is igénybe veszük a Mondanak legközelebb, legközelebb nem fogja elválni. Igen, nem Csak bizz... én, valahogy megajándékozunk. De viszont, hogy tudjátok, vagy, vagy mindenki a hallgatók is tudják, hogy ki a Robi, ingatlan bízbe a jövő hetibe behívtuk. Vagy behívjuk most. Ne, Behívtad? Hát bíz, nézzétek a következő adást hát is. írtam cseten, ti lájkoltátok, like én behívtam. De jó, okay. csináltad. És jó. Én is olvastam, ugye okay. én tudom <laughs> róla. Oké, okay. csak hogy néztem. Leszervezték -e? Leszerveztük, leszerveztük. Úgyhogy négyen fogunk ingatlan bízt forgatni. A, közt... a kötelező bejelentések az, hogy egyrészt izzadunk, másrészt meg, hogy Kalmárok podcast csoportba gyertek, Kalmár TikTok, ott ezer, nem tudom hány emberünk van már, YouTube-on egész jók vagyunk, már 3500-an követnek minket ez podcasteknél, egész jó, persze kivéve, hogyha celebkultúrából kultúrából jöttek, de hogyha így nullába építkeznek, mint mi, akkor az nem rossz. Na, és akkor, Robi. Csúszunk rá a Brenda Lelke minden. Igen. című könyvre. Csúszunk. Alapvetően szerintem onnan kéne indítani, hogy mi is apostrofált téged arra, hogy könyvet írjál a brendekről. Fordítom, a... Mindegy. Miért gondoltad, hogy el tudod adni ezeket a könyveket? Erről nekünk, kérlek. Mi, egy mi volt az, ami előzetesen téged arra motivált, hogy erről írja? Abszolút jogos a kérdés, köszönöm. Um, nem tudom. Ah, köszönjük ez a, ez szépen az adást. Viszontlátásra, Viszont látásra jöjjön, jöjjön, Azért is jó kérdés, mert um, van egy kis könyvkiadónk, ugyanis nekem a könyv készítés az egy régi szerelem. Uh -huh. Még egészen gyerekkoromban suli helyett kezdtük el édesapámmal 1997-ben. Brand Birds, ti vagytok a Brand Birds? Igen, most már igen. A családi Love Brand Formula. Szuper. És Folytos. Most már ugye szerzőknek segítünk abban, hogy meg tudják írni, meg jelentetni a saját könyvüket. És hmm. egy csomóan így jönnek hozzám is, hogy hát Robi, oké, okay, mondtad, hogy írjak könyvet, de hát hogyan van nekem ehhez jogom? Írhatok-e könyvet? Érdekelhet-e bárkit az, amit én tudok? Vagy amit én, meg hát annyian megírták már ezt a témát. Úgyhogy ez abszolút egy jogos kérdés. Viszont ugyanúgy, ahogy podcastet is indíthat bárki, Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük van ott val val valami bököd ott van. Hát ez kulcsked volt. Ez <laughs> is biztos. Kul. Hozzátok a házis trici bökőmet. De jogos. Maximálisan a szobor csapra yeah. De, de maximálisan a jogos. De igen? nyilván a könyv az, az, egy könnyebb téma. Tehát könyvet írni, kiadni az még talán egy picit könnyebb, mint, mint jó podcastet csinálni. De az tény, hogy Ugye nem kell ekkora brutál profi technika egy podcasthez sem. Nyilván nem ilyen lesz a minőség. Köszönjük. De, de el lehet indítani. Könyvet is el lehet indítani, könyvírást egy, egy Word doksival. Szóval nem kell hozzá űrtechnológia alapvetően. Én azért írtam könyvet, mert szerettem volna kialakítani egy saját szemléletet a márkaépítésre, és egy kicsit tényleg... Elcsöpelt a hangzit, de kicsit nyomot hagyni a világban a saját nyomomat. De úgy indult az egész, hogy engem felkértek egy előadásra, hogy beszéljek a márkaépítésről még 2016 környékén. Na és, és akkor miért kértek föl? Mert hogy valami előéleted akkor igen. kellett, hogy valakinek igen. beugorjon, hogy a Robi jöjjön előadni? Igen, grafikus voltam. Aha, és, és, akkor, és akkor így a, a arculattervezés kapcsán így van. Így van, rengeteg arculatot követtem el, bevallom most már így utólag. Um, jókat, rosszakat, és hát Mondjál már egy egész, egyet egész sokáig. Most már kíváncsi vagyok, hogy mit, mit, uh, fú, mit amit, amit, amit a amire büszke vagy mondjuk. Nem a, a, nem, a Pepsi, a és nem a per 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 szilogó, és per per szilogó, Az is. új Pepsi logót Igen. Jolla Jola, nevű boltok, ezek ilyen um, Most már Ja, vágom. Igen, hálózat. Uh, Mi is egész, majdnem ott vettünk kizét. Igen, azt például én terveztem, ott, 120 terv készült a logóra, és igen, terv. igen, 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 80-at csináltam először, és nem mertem elküldeni a, Jézus, a tulajnak, hogy hát, 80 hát. különböző <laughs> logót csináltam. Igen, igen. igen terveztem, a... logót, de könyörögni kellett, hogy ötnél többet csináljanak. Ez a pajzs, és ott a J betűben. Igen, 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 igen. Ez Szép hát ez a logó. Köszi. Ez uh, 120 tervből Patent. állt össze, úgyhogy kettőt összekombináltunk. <laughs> Uh, szóval most adás sem... után beszélgessünk. Oké, okay, most már nem vállalok ilyet. Kell egy ügynyi lezáró? <laughs> <laughs> Na és a lényeg, hogy hogy innen jött egy, egy ilyen felkérés, hogy Robi akkor már beszélj a márkaépítésről, mert az, aki akkor felkért, a márkaépítést az arculattal azonosította a grafikával. És látta, hogy abban azért már van gyakorlatom egy ilyen 15 év. Uh -huh. Na most amikor erre az előadásra készültem, akkor gondoltam át, a címet, Azt a címet kaptam, hogy márkaépítés vérontás nélkül. Annyira tetszett a cím, gondoltam, ezt nem kéne megváltoztatni, és elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mit is jelent a márkaépítés. És akkor jött az bennem az a gondolat, hogy ez nem csak a grafika. Uh -huh. És ahogy így gondolkodtam, összeraktam egy ilyen öt pilléres kis szisztémát, kis felépítést, ugye tanultam előadás technikát, ugye ott mondják, hogy építsd fel az előadást, legyen három vagy öt része, mondd el, miről fogsz beszélni, beszélj róla, aztán mondd el, miről beszéltél, tényleg egy-másfél egy órában azért érdemes, hogy átlássák a hallgatók, hogy mi lesz az íve az egész előadásnak, és emiatt egy ilyen öt, öt pilléres cuccot raktam össze, és tényleg azt éreztem belül, hogy nem, nem csak a grafikáról akarok beszélni, és így jött az első verziója, igazából a könyvnek a, a váza, abban az előadásban, és amikor ez megvolt, ez tök jó siker volt, akkor gondoltam utána, hogy hát miért ne, nem tudom, az, ez a konkrét gondolat, hogy, hogy könyv legyen belőle, ez nem tudom, hogy honnan jött, de, de megvolt az alap. Ha már itt a logo, logóktól jutottál el maga gyakorlatilag a könyvírásig, egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyire fontos szerepe van a brand, az, hogy egy brand ismert legyen pozitív értelemben a logó. Például mondok két példát, ott van a Nike, illetve az Adidas. Ha megnézzük a kettőnek a logóját, az egyiknek egy pipa, a másiknak három vonal. Ha most itt nagyon nézzük, ugye mondhatnánk azt, hogy ott nem izzadtak bele a grafikusok ezeknek a megtervezésébe, de ettől függetlenül világmárkákról beszélünk. Mennyire fontos, mennyire van jelentősége a logóknak, vagy az inkább egy ilyen harmadrangú történet? Hát um attól függ. Ez is egy, egy mékas, amiben belenyúltál, mert én az elmúlt húsz évben Szoktam. ugye foglalkoztam arculatokkal, és nagyjából 7 éve vagyok tanácsadó Átmentem mentem grafikusból tanácsadóvá, és úgymond a másik oldalra. És volt egy időszakom, egy jó pár év, amikor szándékosan lebeszéltem nagyon sok vállalkozót arról, hogy arculatot készítessen magának, mert azt éreztem, hogy egyszerűen pont, hogy mondod, nem ez a lényeg, nem ez fogja nekik hozni a, a sikert, uh -huh. és az utolsó nem tudom, pár százezer forintjukat ne erre költség. Főleg ne mondjuk valami gagyira most azt látom, hogy nyilván egy, egy világcégnek szükséges, egy bizonyos méret felett szükséges alapvetően azért, hogy fel lehessen ismerni alapvetően. Ez a, ez a lényege. Meglátod a McDonald's egy ismertetője egy -t -t, magyarul, Az autópályának, tudod, vagy a valamelyik benzinkutat tudod, felismered, hogy meg a McDonald's-es sem, betű sem ö, a grafika csúcsa, már igen, bocsánat. Nem, csak a ja. gyerekem már három évesen felismeri Vagy a Nike igen, van. Mert van mögötte, van mögötte egy, egy érték. Most az igen, mennyire pica. pozitív? Igen, az pont. a pipát, ezt 20 dollárért vették. Azt. a Nike? Igen, <laughs> igen, ah. igen. Azt hiszem, talán egy gyakornok, egy, egy, egy egyetemista, ugye olvastam a könyvben én is, hát a, a, Nike igen, story igen, igen, igen. Ez, ez a lényeg, hogy a könyvet néztem azért most. felismerhető legyen a, a márka. De egy, egy, egy egy üzletnél, egy fizikai boltokkal rendelkező uh, márkánál ez, ez ugye alapvető és fontos, de egy egyéni vállalkozónál már nem. Ott, ott mi a felismerhető az arca. Inkább akkor azt mondod, Igen. hogy először legyen egy megfelelő tartalom, ami, ami a jó célközönségnek egy keresett termék vagy akár szolgáltatás, és akkor ehhez legyen egy logó, hogy felismerhető legyen, hogy ez később mint, mint lehessen mit társítani mögé, mint az, hogy először kezdjük a logóval, és akkor, akkor ott túl nagy jelentőséget, hogy ott még egy kicsit kerek is lehet, egyébként egy pajzsot, mert akkor a védelem címszó érződik át belőle szóval akkor nagy szükség ez az oka. Így van, így van főleg egy egyéni vállalkozónál, egy egyszemélyes, ti is egyszemélyes harcosok vagytok. T teljesen mindegy, hogy milyen logótok van, ha van egyáltalán, mert az arcotok, a, a saját um, hangotok, arcotok, gondolataitok, az, a, az az arculat igazából, az, hogy, hogy hogy jelentek meg, sokkal többet számít, mint hogy milyen, milyen logótok van. Uh -huh. Kettő dologban számít még, ugye az egyik az volt, hogy felismerhetőség, a másik pedig, amire kevesen gondolnak, és azért kisvállalkozóknál ez beszokott jönni, az önbizalom, önértékelés. Azt vettem észre, képzeljétek el, hogy nagyon sokaknak ezért javaslom aztán végül, hogy csináltassanak logót, mert egyszerűen addig nem érzik elég komolynak. Ez például Na, ez egy hát, néves effektus, hogy ott a hóba pillanatban, biztos emlékeztek, szerintem mindenkinél meg volt az, amikor az első névegykártyádat megkaptad, pár, hogyha a saját cégnek a névegykártya, az, az, olyan volt, mint egy, egy nem is tudom mi, egy, egy aranyérem a nemzetközi Star 20 olimpián. Igen, 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 ilyen startpisztoly eldördő című, mm. nem? Ja, ja, igen, úgyhogy um, izgalmas ez a téma. Um, Másik pedig, hogy ahogy mondtad, ugye társítunk, tehát az arculat az valamit ugye felismerhető kell, hogy legyen az adott márka, és ugye társítunk hozzá valamit. Tehát ezt, ezt szimbolizálja. Na most nagyon sokan azt a hibát követik el, hogy elindítanak mondjuk egy márkát, egy vállalkozást, és megkeresnek egy grafikust, akkor csinálj nekem logót, de ha nem tudja elmagyarázni, hogy mit képvisel az a márka, mit akar, miben más, mint a többi, stb. stb. ezek a márka eszencia, hogy a könyvben hívom, akkor ezt vagy a grafikus találja ki, és rád húzza, vagy pedig kapsz egy tök általános valamilyen uh, arculatot, ami nem is passzol hozzád. Tehát az, a sorrend az a jó sorrend, hogyha először kitalálod azt, hogy ki vagy és miért, és ahhoz készítetsz majd valamikor egy arculatot, ha akarsz. Start, start with why? Című. Így van, így van. Bocsánat, ha már, ha már, ha brand és arculat, hagyjunk neked egy brandes bögrét. <gül> <gül> micsoda, micsoda aján, egy aján, aján, aján ez még ez szerint... Adila, 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 látom, hogy te tíz perce remek, hogy <laughs> ne, jó hát volt. nem, akartam a szavába vágni. De, de egyébként ez például a logónk, a kalmárok már akkor... Dani csináltam. Már akkor ja, igen, meg volt, amikor indultunk. Még, igen. A, igen, Szakmai szemmel vélemény? Tök jó. Teljesen igen jó. Nagyon jó, betű. Véle? Mert volna igen. más igen. 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 Szakmai szem, ugye teljesen jó. Igen. Igen. Hát és ugye, alá van írva, természetesen, így. és attól att 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 egyértelműen kevesebbet ér, úgyhogy az mindenképpen Na, szóval Na mert jön. Hogy, egyébként, hogyha a gyakorlati részét nézzük, és azt mondod, hogy azért ez önbizalmat is ad, és én is azt érzem, hogy nagyon sok. Tehát én mondjuk nagyon sok ilyen személyes márkát építő, emberrel találkozom, sőt én lehet, hogy csak azért, mert én is ezzel foglalkozom, bár mondjuk nem direkte, hanem ez belekeveredtem. Én igazából kontentet szeretek gyártani, nem pedig személyes márkát építeni. De te már csak maga csak, a, a... a márka. Hát úgy alakult, hogy a kontentgyártás az egybe Ez, amit a az előbb említettem, márkával, van, nem, hogy, legyen egy olyan ismertséged, egy olyan jellemzőit, hangod, ami amihez az arcot tudnak társítani, és akkor ahhoz majd most egy logót Most így nézve csinálsz. neked nincs is logód? Te, te már vagy, logója. Van, egy ilyen CD, CD logó, de az meg na, izlek, de, de nem ismeri föl senki, hogy mi van benne, mert az, az például egy ö, szövegbuborékokból van megcsinálva a CSD. Igen, vagy nézzetek meg például a Mérő László. Ugye tudjátok? Igen. Igen neki van. logója? Nem tudom. Vagy Csernus van logója? Hát Nézhetek nekik nem már. is kell, igen. Nem is kell, nem de is, nem is kell. kellett ahhoz, hogy, hogy ismertek a név. sikeres. Szerintem a név. Az arc és a név. Igen, Várjál, igen, igen. Mondjuk az Indexnek, amikor voltam fő cím, vagy címlapon, még annó akkor írták, hogyha nem tudom, Hajas László Magyarországon a fodrász, nem tudom ki a rákenról, akkor Csorba Dániel az ingatlanos. Júúú, <laughs> ezt kiraktam azért a honlapra. <laughs> Megkaptad a dicséretet rá. De, de, de ez én... megint az, hogy az én márkád, és el tudod adni az én márkád, nem kellett hozzá a Aha. logó, hanem te magad adtad el. Igen, de ez, ez a nulladik lépés, amit, amit sokan azért nem tudnak megugrani, hogy felfogjam saját magamat egy márkaként. Uh -huh. hát, amíg azt mondom, hogy én nem tudom, lehet-e itt mondani ingatlanos cégeket. Persze, azt nem. Azt igen, csak já, mennyi magasan pénz van, mennyi vagy, mennyi pénz a, pénz van nálad. <laughs> Max, kivágjuk, szóval nem gondolj. Szóval az, hogy azt úgy mutatkozok be, hogy én a, nem tudom, az OC-nek vagyok a munkatársa. Na, <síl> akkor, Jó, hogy hát a csőségügy a Akkor nincsen saját márkám. Tehát ha használom a saját nevemet, és egyébként megemlítettem. Ez már indult az a szervrendépítés különben, egyébként, csak így megjegyzésként. Igen. Hát itt a török Dávid, török Dávid. Persze, van a Facebookon, ez egy ilyen másik Ennek Neki ugye ingatlan ezt, Dénessel, most már az én márkám. Vagy. vagy szél -e. neki is van, igen. Tehát például a DH igen, ebből sokkal korlátoltabb az ócinál, ez egész DH-nál is elindult, elindult most. már. Ne, de a szél MS az dh nem? Igen? Nem tudom. Csillemes én őt nem ismerem. És ugye ott gondolom a, 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 a nagy cég szépen hogy majd szépen kiugranak, és ugye építik a sajátjukat. Tehát itt ugye ellen, És ez nagyon sokszor van. meg is történik. Így van, igen. hát nyilván. Kitérhetünk arra csak, hogy itt legyen egy felépítmény az IVA történetnek, hogy ha valaki most kezdi, vagy már benne van egy vállalkozásban, vagy most kezd egy vállalkozást, de még nem ismert. Tudunk-e esetleg neki ilyen lépésekbe tanácsot adni, például először az önismeret, ez amiket elmondtál, csak hogy ez egy picit így kronológiailag egy, so, egy, egy <laughs> íven felépítsük, hogy mik a, a, a lépések step by step, hogy, hogy ki tudjunk a végén alakítani egy olyan márket, ami úgy sokan ismernek. Oké, okay, puskázom a könyvemből, jó? Ne csináld. <laughs> Sőt, munkafüzet is van hozzá, pont ezen vezetem végig a. Az, az nagyon olvasót. tetszik a grafikai része. Köszi. Igényesen uh, hát meg van csinálva. Érdemes választani, ez is a márka arculatnak a része. Ez, talán még ez is mondhatom, hogy fontosabb, uh, ja, mint, a, mint maga a logó, hogy uh, legyennek olyan um, Egyedi kapcsolódási billogod. pontok, igen, tehát például kávé, akár valakinek valamilyen ruhadarab vagy szín, fontosabb, mint egy komplex. logó. Azt hogy egyébként igen. vágjátok, hogy ez a brand, ez honnan van? Ez az egész story. Az, hogy brand, ég? meg maga a szó, mert On. hogy a, a régen billogozták a marhákat. Aha. És ez onnan jött az egész része. Oh, hogy... Hát, meg maga az, hogy brand, mert az. Én azt láttam, amikor a lovagregénybe, a páncéba beleütötte a Nike-jelet a csajszia ja. középkorban. Nincs meg. Egyébként vicces, vettem most cipőt, és uh, bementem, uh, ez Converse, de bementem a Nike boltba is, itt uh, Biatorbágyon, a nem tudom, mi a szar neve. És megkaptad ugyanott is. Nem, hanem hallom a pont ez, hogy mi alapján döntenek az emberek, vásárolnak, és akkor. Uh, beszél a család, és, ez, és, és, az egy döntő ér volt, nézik a cipőt, nem az, hogy kényelmes, ezé, és ezen jól látszik még a pipa is. Hát ki a faszt érdekel, hogy látszik nem, a pipa ez, rajta. Ez egy nagyon jó De helyen egy... fogtad meg a történetet. De hogy ez, ez, a pre... Te... Na most mondok egy példát régen, például ez, ez egy teljesen valid dolog. például vannak az ingek, ahol mondjuk általában mondjuk egy, egy, póló, egy ráflorening, ahol általában, ilyen. általában ilyen nagyon szolid logók voltak, és nekem volt olyan, amikor euh, él, is, él is, volt egy ilyen időszak, meg ugye az ismeretségi körömből is, hogy, hát hogy ez az ingaz nem azon pizza, néz, azon jobban látszik, hogy, hogy, hogy Frale, vagy, vagy, vagy tök mindegy, mi La is ezt, ö, igen, és, és, ez egy szempont volt, hogy azon már itt tíz méterről lást, hogy az egy Nike, Adidas, Adi, vagy valami, adis. nem, nem egy ilyen minimalista valami, ahol el van dugva, hogy mondjuk Hugo Boss, vagy bármi. Igen, hát itt ebben az esetben a márka identitást is ad. Ez nagyon fontos az embereknek, hogy tartozzanak valahová, és olyan emberek körébe, akik szeretik az igényességet, vagy sportosak, vagy más, tehát a márka megtestesít egy ilyet, de ugye ez rengeteg meló, tehát ez egy, ugye a multi cégeknek is több tíz év, meg rengeteg hát ott milliárd volt a dollár. Nike, nál egy reklám de volt is ebből egy film, hogy, hogy ugye a futócipőknél ugye arra azt csinálta meg a Nike, és ez egy óriásit ment ez a reklám, mm. hogy a, a fiatal nő kémegy, fut, önálló élet, a ja, 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 ja. Ez, az, ez a önálló női Ö, micsodára ment, ugye itt felborított az anyaszerepeket, ö, cégvezetők, stb., és akkor a futás az, akkor átadhatod magadat annak, amit szeretnél, és akkor erről csináltak, ez, ezzel, ö, ezzel csináltak egy Nike reklámot, Hájó. és óriásit ment. Ez az önálló nőre épülő reklám. Nem ide tartozik, de az Air című film, ami szintén a Nike-ról szól, én. fönn van már az Encore-on, úgyhogy le tudjátok tölteni. Jordannek a filmje. <laughs> nem, nem Jordannek a filmje, hanem arról szól, arról szó, írni, hogy az Jordan, az van az van az van Jordan t Jardant, hogy csinálták. de nincs benne Jordan, ha nincs elmondta, benne nincs. Semmit keresne benne. Hát <laughs> az anyja, meg a az anyja, benne van Az anyja, van. apja, de nem az igazi, aki nyilván a színészek, de az anyja intézett minden. Amúgy szigorúan nézve az igazi is benne van, mert vissza erre az ívre, szóval mit javasolnál azoknak, akik még nem, vagy akik kezdő vállalkozók, hogy hogyan tudnának úgymond maradandó nyomot, vagy retina égetést elérni az ügyfeleknél. Ja, nézzük ezeket a lépéseket. Okay, visszatérve itt még egy gondolattal, és hozzáfűzöm, hogy ugye rajt van a cipőn a, a márka jelzés, és direkt azt vesszük meg, ami látszik, mert ugye Szeretnénk ezt az identitást, de ez megfordítva egy kis vállalkozónál ugyanúgy bejátszik, és sokszor látom ezt a hibát is, hogy megcsinálja mondjuk a saját termékét, legyen az akár egy offline termék, legyen valami online, és nem teszi rá a logót. Ja, nem teszi rá a márka jelzést, akárcsak a, a nevét sem. Például egy e-mail Mert küldésben ott kell elég, legyen a cégednek a logója, úgy kell megcsinálni az e hogy egy MailerLite hogy egy chip mélt kell beintegrálni, amiben gyakorlatilag a logókkal gyönyörű szépen tudod küldeni az e-mailt. Hát én a videósaimnak mondom, meg operatőrömnek, hogy ott van, a, amikor megcsináljuk a vlogokat, hogy miért nem raknak a. Vé Tehát én mondtam is nekik többször. Adjanak az a, a, a egy-két másodperces ilyen logó és akkor berakom full ingyen. És most is csináltam, csináltam volna nekik pár százezres megtekintést, de, de nem. nem, nem. Hát most, most megint írtam egy kör hogy akkor küldjetek, most kaptam már. Úgyhogy. Igen, ez fontos. Meg ugye ide akkor egy kis üzenet is belefér már. Szóval ez, ez a nulladik pont talán, amellett, hogy találjuk ki, hogy kik vagyunk, hogy kell az a, a kellő magabiztosság és önértékelés, hogy én merjem azt mondani, hogy én vagyok a csorba Dani, az ingatlanos, és nem csak annyit, hogy hát ingatlanokkal foglalkozom. Uh -huh, Tehát uh -huh. itt, itt már be kell, hogy jöjjön az, hogy használom a márka nevet vagy a saját nevemet, és itt visszautalok arra, illetve nemrég találkoztam ezzel a példával, hogy um, régen a mesteremberek, amikor ugye régen még voltak ilyen uh, cégek, uh, cé, igen, mesteremberek készítettek például a vasalót, ilyen példával találkoztam, ilyen, ilyen nagyon durva uh, vas uh, vasalót. És egy piacon, amikor jártunk pár évvel ezelőtt, akkor ott hall, hallottam a beszélgetést a az eladó meg az érdeklődő között ilyen nagyon régi vasalókról beszélgettek, és mutatta, hogy ez Fagler, ez, ez 20 ezer forint, nem működött már, én nagyon-nagyon régi, 1900-as évek elejéről származott, bele volt égetve a családnak a neve, akik, annak a dinasztiának, akik ebben voltak jók, hogy vasalókat készítettek. Versenyzongorák, ott is a hegedűknél, ugye számtalan ilyen dolgot tudnánk mondani, ilyen régi dolgok, ahol, ahol mennyit számít az, hogy, hogy, hogy ki készítette, vagy milyen csoport készítette, milyen év alatt készült. Így van, és akár fizikai terméket csinálsz, akár egy online terméket, oda kell, hogy tegyed maga biztosan a saját nevedet, ettől lesz márkás, ettől lesz más. Mint ez oké, okay, hogy tegyük oda, jelöljük meg, de ugye említetted a beszélgetés elején, hogy, hogy először kell egy, egy mögé egy tartalmat tenni, hogy hogy javaslod a logó mögötti tartalom felépítését, mert ugye, hogyha jól veszem ki a szavaidból, minden logó annyit ér, amennyi mögötte van, amennyit, amit át, átad az embereknek. Szóval én úgy érzem, hogy a logó tervezés, meg ez az egész elkészítés előtt, azért össze kéne rakni egy olyan arculatot, és ebből nem a logót értem, ami, ami üzenetet közvetít. Hogy ezt hogy lehet mondjuk egy kezdő vállalkozónak megcsinálni? Hát kitartóan sok melóval. Köszönjük ezt, szépen. Ezt, ezt, úgy nem lehet, hogy nekiállok két óra alatt, összerakom, kirakom, aztán csá, mindenki tudja, hogy ki vagyok. A Coca-Cola is 130 éve reklámozza azt, hogy, hogy a, az a cukrozott víz az a boldogság. De tényleg, és égen, nem égen. hagyják abba mai napig, és mindenhova kirakják, mert tudják azt, hogy ismételni kell. Ugyanezt, tehát ismételni kell az üzenetet, és saját magadnak is újra és újra meg kell fogalmazni. Ez olyan, mint egy Lego. Uh, mikről beszéltünk itt az elején? Star, a Wars, LEGO, Star vagy Wars Lego, például, ami nem tudom hány ezer elemből uh, épül fel, ugyanilyen a márkád is így elemenként építgetett fel. Először a saját fejedben, hogy tisztában legyél azzal, hogy ki vagy, és aztán ezt akkor tudod átültetni mások. Fejébe, de szépen Lego kockánként. Igen, Hello. mert itt sokszor a marketingben egyébként ketté válik, legalábbis nálam is a megjelenéseknél, hogy az most brandépítés, vagy persze mindegyikből van egy kicsi, vagy pedig közvetlenül a szolgáltatásodat ö, hirdeted. Mert Szerintem amikor ezek közvetlenül egymással. Hát, a... de, de, de de azért célirányosan valamit szokt, tehát valamit célzó. Hogy, hogy, mi legyen a vége, vége amikor az a az folyamat van egy olyan hatás, hogy az, az, egy hirdetés is valamilyen szinten. Hát igen, de hogy, hogy nagyon sokszor például egy, egy mondjuk egy reggeli műsorba való fellépés, amire én nem képtelen vagyok, mert rühellek olyan korán fölkelni, az egy, az egy brandépítés, és talán szarkonverziója konverziója van, de ha viszont van valami egyéb megjelenésed, ahol utána aha élményként ezt láttam, ezt Egy a makit, akkor, ez a akkor többi érintés. Igen. De hogyha nincsen ilyened, és, és csak véletlenül behívtek, az olyan, mint a legalábbis nekem ez az élményem, hogy olyan, mint csepp a, te, csepp a tengerbe, igen. hogy nem fog utána semmilyen eredménnyel, mert kikopsz, azok, akik ott láttak a tévében két hét múlva nem fognak rád emlékezni, tehát jó lenne azon a héten ez, hogy az akkor működik, hogyha látnak a tévében, hát van, van, mit olvasni, van műsorod, stb. stb. Hát stb van és igen, akkor is. ezek gyakorlatilag elérik azt, hogy, igen, a vásár, de... hogy vásárlás, most nem vásárlás, persze ez nem vásárlás, de ugye a, a micsodánál is van. Hát a, nagy nehezen átkonvertáld őket. A webshopoknál, igen, a webshopoknál van, ez pont ezt akarom mondani, hogy ö, mérik azt, például a Milán is anna egyszer mondta, hogy a vendégünk volt, hogy neki volt olyan, sőt azt említette is, hogy nem tudom, hanyadik, kilencedik vagy tizedik érintésnél történt meg maga a vásárlás. De van Ez... is ilyen index, nem? Tehát van erre egy kimutatott index, hogy hány érintésre, vagy hány ilyen ö... é... É... Igen, ilyen, én is úgy tudom, hogy hét körül van az, hogy akkor hétszer kell ugyanazt látnom, a, ugyanazt a reklámot, stb. Egy egyetem egyetlen fej fejvi a igen, 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 igen. igen, hát én azt szoktam mondani, hogy nagyon leegyszerűsítve a márkaépítés az az, hogy a márka névhez hozzákapcsolunk érzelmeket gondolatokat. Uh -huh. Tehát amikor elmész egy egy műsorba vagy egy műsorba, ott, ott megmarad róla, aki megnézi, megmarad egy egy benyomás. Jó fej, a srác! Ennyi. Uh -huh. Lehet, hogy csak ennyi marad meg, az egyetlen egy darab ilyen uh, uh, legókocka. És hogyha meg talán ha még ügyes vagy, akkor összeköti az ingatlannal is a, a nevedet, és eszébe fog jutni talán, amikor, amikor ingatlanos uh, uh, téma jön fel neki. Én az online, online dologra csak kitérve, én azt szerettem volna az előbb mondani, hogy például ott az Amazon, ugye, akik mondjuk nem terméket, hanem online szolgáltatást értékesítenek, nekünk is most kezdődött is. el, hogy az ügyfélélmény növelni, hogy például az ügyfélélménye ki, kitérve. Az Amazon azzal lett állítólag ekkora ö, hatalmas cég a világon, mert egy garázsból indult, ha jól tudom, az is. Hát meg könyveket. Hát, tudjátok mivel? Az ügyfélkezeléssel hogy gyakorlatilag az Amazonnál 024 24 órába Julika nénének, ha bármi problémája volt, tudott kit felhívni és beszélni valakivel. És állítólag ez volt az a, az a boost, ami az Amazon eljutatta legfőképp oda, ahol most tart. Mert és itt már rá is kanyarodunk, amit egyébként már nem lehet megvenni, de nekem megvan egy, a kék óceán stratégia, hogy uh, hogyan tudsz olyan érték, uh, hozzáadott értéket teremteni, amivel kilóksz tömegből is ez a marketing a egyik alappilére, bán. hogy különböztes meg magad a konkurenciától. Igen. És ez mondjuk a brand, az mondjuk az, hogyha már megvan a külön értéked, akkor tudják kötni, hogyha látnak, hogy ez az a cég, ami. Sütjön be a logó, meg ezek a ha, dolgok. Például. Igen, tehát ez egy organikus, vagy nem is organikusan, hogy szokták ezt mondani, tehát egy nagyon összefügg minden mindennel. Így van, igen. Tehát a brand az nem ugye a logó, meg nem a, nem a nem is a termékes, sokan rosszul gondolják, hanem az az egész összes benyomás, ami megmarad. Annak, aki találkozik a Márkával. Ha már, ha már itt tartunk, vagy mondják, ez akarsz még valami, csak a következő kérdés. Én a feltenni. személyes brandépítésről építésről Igen. igazán nem kérdést akartam, hanem egy személyes élményt, Igen. hogy mennyire nehéz megugrani, és aki hallgatja, az lehet, hogy az én dolgaimból is tud tanulni, ha e, itt Robi egy csomó jót mondott, és arról e, beindultak a gondolatai, meg az emlékeim. Hogy én például, amikor, e, amikor már akkor mondjuk jó blogoltam, de de emlékszem, hogy én is be akartam minél inkább ö, menni abba az arhetipusba, vagy hasonlítani az az arhetipusba, ami az emberek fejében van az, hogy ingatlanos. Öltő, nyakkendő, jófésű, stb. És emlékszem, hogy volt egyszer egy olyan visszamondásom, ho, vagy hát fölbontották a szerződést, mielőtt még el, elkezdtük volna árulni, mert egyik ilyen bográcshozásom még ezer évvel ezelőtt fotózkodtam a Tordján Józseffel. De poénból, érted. És akkor azt mondta a csávó, hogy aki ilyenekkel fotózkodik, az pedig aztán tudjátok, hogy pont ez nem egy az ostraga, a... Ostraga, ez oloz, persze, oloz, és akkor, akkor az volt bennem, hogy levetetem a képet. Nem képe. kellett volna. De várjál! Nem, vetett, nem vettem le, és akkor volt a felismerés igazából, hogy menj, lehet rondán beszélni, ez a mi podcastünk, tehát menjen már a picsába az, aki. Tehát, hogy ott de, tört meg bennem az, hogy hogy nem nem, tudsz mondani, nem hogy az, meg az arhetipus akarok lenni, tehát nem az ingatlanos akarok lenni, ami mindenki fejébe, hanem én akarok lenni az, aki én vagyok, aki akar egyébként. Szállni. Nem, hanem aki egyébként ingatlanozik, és hogyha valakinek van be, ö, olyan problémája, amivel én tudok foglalkozni, és látja a skilljeimet, és abba beleillik, és nyilván első körben az ingatlanos skilljeimmel találkozott, akkor én tudok neki segíteni. És, és talán az a brandépítésben ez egyébként nagyon nehéz, hogy meg tud magad nem is megkülönböztetni másoktól, és nem mások De előtt, is... hanem a te fejedben vegle, meg legyen az, hogy, amit te más. Is mondtál, hogy, hogy miben vagy más, és igazán az attól vagy más, Azt aki adom vagy, éve. aki hétköznapokban a barátaiddal, a szüleiddel, a, a Pékkel, a bárkivel, akivel találkozol, aki valójában vagy, az a különleges. Az mennyivel, a... mennyivel jobb az tényleg azt adni, amit te vagy, mert nem kell Aha. akkor színészkedni, Igen. és azért, tegyük hozzá, ami az leg, legfontosabb, az a hiteles. Ugye sok, sok ember, szóval nem, nem osztkárdi a színész, nagyon sok ember, és, és ha nem, az ön, nem önmagát adja, hanem megjátszik egy szerepet, azért a az sok esetben átüt. Igen, és, és az nem is tett így mentálisan se okoz túl jó dolgokat, hogyha, hogyha, erőlteted azt. És én például a, a tipikusan nem is erőltetem már ezt, hogy én nem tudom, ezt a nagyon business feelinget. Úgy nagyjából szerintem átjön, hogy kb. milyen az az rá, a tárgyalások... veszel, hát, tárgyalásokon is így szoktam beszélni. Szerencsére most már tegezhetem. Tehát, hogy meg elmond... tehát látják azt, amikor mondjuk egy adott szituációról kikérik a véleményemet, akkor megmondom a frankot. Szóval igazán az üzenet csak annyi, hogy ezt nehéz megugrani, meg megtalálni magad, hogy ki vagy, de, de szerintem ezzel lehet megfogni azt, hogy a brandedet, a személyes brandedet, nem a céged brandjét, a személyes brandedet azt. És akkor próbáljunk és szerintem így, így, tanácsot adni, hogy aki most itt nézi, vagy hallgatja a podcastet, és úgy, hogy oké, okay, oké, okay, srácok, ez tök jó meg minden, de itt vagyok, most nyitottam egy, egy babakocsi kereskedés webshopot, van konkurencia, és ez szép meg jó, de akkor mit csináljak? És most így feléd irányítom a kérdést, mit csináljak a babakocsiaimmal? Tudsz megjelölni ilyen hatékony márkaépítő eszközöket, akik Igen. a nulláról akarják e Step by indítani? step, uh, miket kellene elkészíteni ahhoz, hogy, hogy, utána legyen mögöttes tartalom, amit hozzá tudsz akár egy logóhoz, vagy, vagy ahogy például mondod, hogy nem csak a logó, hanem maga az egész dizájnhoz tenni, hogy itt mögötte mi van. Igen, amúgy nagyon összefoglaltátok a személyes márkaépítés lényegét, hogy tudjam, tudjam hogy ki vagyok, és felismerjem vállalni. Tehát ez a, ez a ugye, következő lépcső. hogy Merjek olyan lenni, amilyen vagyok, hogy ne simuljak bele az üzleti elvárásokba, akár, vagy a, 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 akár társadalmi elvárásokba. Ugye itt tudunk valami újat alkotni vállalkozóként, valahogy máshogy csinálni az egész bizniszt, mint a többiek ettől lesz ugye megkülönböztethető a márka. csak mondják azt, hogy oké, ez jó, jó, de miben legyek másabb? Hogy tudom azt, ez hogy csináljak egy piackutatás? Hogyan kell azt eleve meglépnem, hogy mondjuk most maradva megint ennél a például, amit felhoztam, hogy oké, vannak ilyen webshopok, -ok, akik mondjuk gyermekbabakocsit árulnak, de ott, ott Igen. miben legyek másabb? Milyen Talán... túl szolgáltatás? Csak, csak egyen egy nem van. az, hanem csak azt, hogy szerintem azt nem mossuk össze a brandépítést, meg a személyes brandépítést, a kettő, az egyik az Így egy cég, igen. Meg egy De hát ez szóval is szó vagy. Hát na jó, csak a kettő teljesen más sztori. Egyrészt én szakértői Szerintem. márkákkal foglalkozom, tehát szakértői személyes márkákkal, tehát egy babakocsi... Um, legyek Akkor pszichológus úgy, vagyok. Úgy állnék hozzá. doktor, doktor Görzsöny pszichológus vagyok, most, most jöttem ki a, a suliból, bár? és én szeretném, nekem nagyon tetszik a Csernus munkássága, a nekem jel. is van egy habitusom, csak egy példát mondok, <gül> <gül> és, és szeretnék erre mondjuk egy online tanácsadást, vagy akár egy olyat felépíteni, hogy akár később nekem nevem legyen a szakmában, mit tanácsolsz. Nagyon szuper. Hát azt kell megmutatnunk, hogy te milyen vagy, és hogy dolgozol, meg miért a legjobb márkaépítő eszközök az, amit ti csináltok is, hogy kommunikáltok valamilyen formában. Tehát meg kell találni azt a formátumot és csatornát, ahogy te szívesen tudsz kommunikálni a saját stílusodban. Ugye ez idő kell, megpróbálkozás. Van, akinek ez podcast, van, akinek YouTube TikTok. videó, vagy TikTok, megy, vagy ne? Insta, vagy blog írás, még az is előfordulhat, sőt, a, a könyv. Tehát ezek mind nagyon jó eszközök azt kell megtalálni, hogy neked melyik az, ami testhez álló, melyikben tud elmondani a gondolataidat. És akkor ez, ahogy így építgeted szépen a Lego kockákból. Ez az ismertség válni, ez az első lépés, hogy legyünk ismertek egyedi módon, hogyha most lefordítom? Így van, el kell kezdened kommunikálni, megmutatni, hogy azok a mondjuk a pszichológia területén azok, amikkel te szeretsz foglalkozni, azokról, ott, amit gondolsz, milyen tapasztalataid vannak, milyen példák. A saját stílusodban elmondani élethelyzeteket például, és azokra mondjuk megoldási javaslatot adni, vagy pedig csak felhívni a figyelmet rá, hogy az, aki ilyennel küzd például az életében, az tudja azt, hogy hozzád lehet fordulni. Ezt például hasonló TikTokon láttam most például ügyvédeknél, hogy vannak olyan ügyvédek, aki arccal minden, most már nagyon sok követője igen. van, hogy akár akik hitelválságban vannak, vagy most már láttam ingatlanos témákkal kapcsolatban, ő rá, rálép egy témára, és a saját maga habitusával gyakorlatilag okítja ilyen kis rövid videókba az embereket, és imádják. Igen, igen. igen. Tehát mondjuk pszichológusként, ugye hogyan lesz ügyfeled, vagy úgy, hogy egy másik ügyfél ajánl téged, Ugye ez tök jól tud működni, és nagyon sok pszichológus ebből megél frankon, mert mindig van annyi ajánlása. Viszont ugye ez kiszámíthatatlan, sosem tudhatod, hogy mikor megy, és nem tudod kontrollálni sem. A másik út az, hogy kommunikálsz, csinálsz videókat, podcastet, könyvet írsz, egy csomó-csomó lehetőség van, blogot írsz, és ezzel eljutsz egyre több emberhez. Ugye ezek a megfelelő csatornák szépen terjesztik, főleg a podcast, meg a YouTube Um, ugye akár évek múlva is kidobja az adásokat, videókat azoknak, akik hasonló témában keresgelnek, és így meg tudnak találni. Tehát kvázi felép, fel tudod építeni a bizalmat valakiben, meg sok emberben úgy, hogy még nem is beszéltél vele. Erre jó az, hogyha kommunikálsz, és alapvetően én mindenképpen azt javaslom, főleg a kezdőknek, de mindenkinek, minden vállalkozónak, hogy legyen olyan csatornája, vagy csatornái, ami örökzöld. Ugye egy, egy YouTube csatorna például? Például, így van. Mert ugye egy Insta Story az 24 óra. Tök jó, abban a 24 órában működik, de utána már nem látja senki, ha csak ugye nem uh, rakott ki állandóra. De egy YouTube videót, azt később is uh, meg lehet nézni. Szóval legyen egy ilyen örökzöld uh, csatornál, ahol megosztod a gondolatokat. Erre csak egy adat. kis elkötés. Nekem pont múlt héten mondtak két, nem, a főzésen többen is mondták, hogy Peti, megnéztük, és van a 70. adásban, tök jó volt, 70. adás, mondom, mikor volt az gyerek ja. 70. adás, <laughs> meg amikor még, a múltban az is ilyen, ilyen 20 vagy 30. adás lett, oh, mondom, az, mikor volt az tényleg? Tehát még egy darab mikrofonnal ültünk a éve. semmi közepén, és kettő se. is azon már. Minden az van már. Minden adás egy kis mag. Igen. Igen. Nem videó egy kis mag, sok ilyet elvetsz, akkor ez egy idő után ki fognak uh, nőni és hajtani. Hozzám jönnek olyan ügyfelek a, a tanácsadásra bejelentkeznek, a honlapon kifizeti kártyával előre az összeget, akiről nem is hallottam még soha. És vanhogy hogy rákérdezek nyilván, hogy, hogy, honnan jöttél, és azt mondja, hogy öt éve megvettem a könyved, és most lett aktuális az, hogy csinálunk egy új dolgot a feleségemmel például. Na, ez tök Vagy tök jó. nem is kell hozzá, hogy megveszi a könyvem, hanem lát egy videót egyszer valamikor, és, és megjegyzi a nevemet. Vagy lát hármat, vagy nyolcat. És sose, sose lehet tudni. Úgy szoktam mondani, van egy csomó ember, aki így fejben lájkol, vagy fejben mm. követ, tehát lehet, hogy nincs nyoma, nem nyom egy darab uh, kommentet, vagy látszik. Ez lát, jó ez a, a, fejben a... Jelen, de, nem nekünk de Ez, ez, nekünk, csak is van számtalan. Számtalan. ez nekünk is van számtalan. Akik évekkel később jönnek vissza, hogy hát a családban izé lett valami értékesítés, hát, és még évek óta körben. Régen, lett, de tudom, amikor követ szerintem kapia. mindannyian szóról lapoztunk, emlékeztek, biztos mindenkivel előfordult az, hogy olyan szórólap, lap, honnan a hetedik kerületből? Mikor? Hát a fél évvel ezelőtt szortunk utoljára, és elővett a papírt én. a fiókba, Igen. így van, mert lehet, hogy Igen. kelleni fog, majd elővette fél évvel, egy éve, két éve később. Nekem itt, amihez mondtad, hogy gyártson kontentet, talán az, tehát a másik vetülete ennek, hogy milyen kontentet, és van erre egy nagyon jó könyv, az a címe, hogy Still Like an Artist, Love, mint egy művész, és ott igazániból semmit nem kell, tehát nem kell, ahogy te szoktad mondani, a meleg vizet újra feltalálni, menj föl angol oldalakra, nézd meg az iparágodon belül mások angolul már mit írtak meg, ott lesz kb. egy ezres listád nagyjából két napon belül, és a jobban lájkoló, lájkoltakat kezd el megcsinálni. Igen. Bedobod a chat gpt be lefordítja magyarra, <laughs> átakítja, és fel kell olvasnod, és kész. Ez is jó kezdés, de előbb-utóbb meg fogod találni a saját Akkod. kreativitás. Mert csak nincs egy stílus, saját stílusod igen. így van. Tehát de nem, de az, az elején, aki nem gyárt. gyárt. Persze, saját így, vagy nézek, vagy meginspirálodom. Mondjuk nem direkt azért nézem, hogy hogy inspirációm legyen, ha nézek valamit, és inspirálódom, akkor fölírom. Aztán... Akkor, az most is nagyon, is nagyon tökjön. pár cím szóban lehet, akkor találd hogy te mibe tudsz más lenni, mint a többi. Ezt kommunikáld kifelé, és próbáld meg több csatornán, hogy minél több érintést eléri. Ez így rendben Ez van? Ez így oké, okay, igen. Akkor én Mivel el, a kis is ír, írok egy könyvet. És gyűjts hisz, magad gyűjts köré közösséget. közösséget. Az nagyon fontos még. Tehát legyenek olyan követők. A negyedik gyűjts magad köré közösséget. Akik, akik uh, lehet, hogy nem lesz belőle vásárló mindenkiből, de tudja vinni a híredet. Tudja mondani, hogy á, jó fej a Peti uh, ingatlanos, hogyha éppen... Uh, Nincs berúgva. Igen. Ja, igen, hogyha éppen ilyen témában Vagy éppen nem pszichológus. Lehet erről igen, valamit igen. mondani, hogy tehát azért nagyjából egybefügg, hogy kikkel foglalkozol, tehát azt mondtad, hogy, hogy szakértők vállalkozókkal, hogy me, mekkora az a tömeg, ahol már, vagy követő tábor, ahol már azért elég jó. Konverziókkal, vagy jó, tehát jól alátolja a, a, a bizniszének az, hogy hogy ne csak hirdetés által, hanem követők által is legyen megbízásai? Vagy ez ja. nagyon iparág függő? Hát más függő inkább, de nagyon jó, mert nemrég kezdtem el gondolkodni komolyabban azon, hogy hogyan lehet mérni uh -huh. a márkaépítést, hiszen ezt korábban elintéztük azzal, hogy hát nem lehet mérni, uh -huh. ez, erős a márka, vagy nem. Én, én elkezdtem ezen dolgozni, Nyilván marketing mutatókkal lehet mérni, hogy hogy mennyi követődből mennyi megkeresést tudsz csinálni, uh -huh. hogy mennyi feliratkozód van például az e-mail listádon. Listán. Neked például ez hogy áll? Az e-mail is. Nincs is e-mail -e? nem, is is -e. nem. 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 nem, én elkezdtem építeni annó. Nem tudom, meg kéne miért csímpen nézni, de nagyon kevés van. ugye az e-mailre engedjetek meg egy átkötés. Ugye nekem most pár hónappal ezelőtt egy külön cég csinálja a posztolomnál az e-mail küldés, ez a mailer Light ot használják, ugye? Először ugye rögtön azt gondoltam, de hát ugye erre beszéltünk, hogy amit tud szervezni, hát én, én majd megcsinálom. Leültem, ránéztem a mailer megnéztem a funkcióit, és akkor 5 percemből azt mondtam, hogy jó, ezt akkor engedjük el. És minden héten mítingelünk az Ádámmal, hogy mit, hogyan, hogyan csináljuk. És gyerekek, brutális, amiket tudsz. Szóval a, 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 gráfszerűen fel tudod ja, építeni, válva. mikor, milyen e-mailt küldjön ki, mikor, kinek. Tudod nézni, megnyitották, hányszor nyitottak meg, leiratkozók. So, olyan sok eh, információt tudsz egy idő után kiszedni egy ilyen rendszerből, a tudsz benne olvasni, tudod, mit kell nézni, hogy nagyon sok dolgot eh, tudsz erre építkezni későbbiek folyamán. Így van kettő ilyet akartam még behozni, kettő fő témát, amit márkaépítésben mindenki ajánlok. Igen, az egyik az e-mail marketing, és a mail, használjuk mi is, zseniális. Imádom, a másik pedig a pont, hogy a könyvírás, mindjárt is rátérek. Szóval e-mailnél, hogy pont nemrég tartottam tréninget ingatlan közvetítőknek, és ezen gondolkodtam a tréning no. előtt, mikor no. készültem, hogy ugye hogyan tudnának ők kitörni abból a mókuskerékből, hogy ugye mindig, minden a napi, heti, havi meló azon múlik, hogy mikor csörög a telefon. Uh -huh. Eladó, vevő, um, és nem tudhatod előre, hogy a következő egy-két-három hónapban mennyi bevételed lesz, mennyi eladás, mennyi vétel. Igaz? Igen. Hogy lehet ebből ilyen. kitörni? Ugye, ilyen maga az a szakma, ilyen a piac. Hogy lehet ebből kitörni? Hát több munkával, a... több behozással, proaktív munkával. Több leaddel. Hát Így van, ezek jó, ez sablon dolgok, konkrétumokra vagyunk kíváncsi. Több, több, többet kommunikálsz, több követőt gyűjtesz, talán több embernek eszébe jutsz, de ettől még, még mindig ki vagy szolgáltatva annak, hogy éppen kihív ki fel. A másik, amivel ki lehet törni, az az, hogyha ugye megfordítod a dolgot, tehát elkezdesz például e-mail listát építeni, és te kommunikálsz annak a listának. Mm -hmm. hát szóval ott egy van azért konverzió, az a egyik passzív, a másik a, aktív, jól érzem a kettőköz a különbséget? Így van. Ugye. Az egyiknél te várod, hogy bejöjjenek, a másiknél meg te kezdeményezel. Így van, te kezdeményezel, és te küldesz mondjuk hetente, havonta olyan hílevelet, amiben lehetnek olyan dolgok, ami nem csak egy aktuális ingatlanokra gondolok, hanem például kitalálsz valamilyen oktatást. Tessék, Dani. Akár ingatlan közvetítőket oktatsz, tessék, akár tessék. eladókat, akár vevőket, elmondod a tapasztalatodat, hiszen mindannyiótoknak van bőven annyi tapasztalata, amiből egy könyvsorozat kijönne, vagy egy hatórás tréning. Mert ez tudtok nagyon tanítani eladóknak, igen. vevőknek. és ez a... az edukáció, ez egy ez van. Tök jó. Ez hát egy értékes tudás. Már csak tehát most Tehát <laughs> <éve> <laughs> Ha ezt nem csináljátok, akkor jelenleg csak ugye egyetlen egy lába van a biznisznek, hogy éppen el tudok-e adni egy ingatlant, vagy nem. Lehet ugye még az, ha valaki influencer, vagy bevállal, nem tudom, reklámozik. az edukációt Youtube-on is meg Wars. tudja csinálni, nem? Te szóval... reklámozunk szívesen. Most tízét fogunk. Várjál, mit is? Mivel kerestek meg? <síthat> Koton. Nem. Kotonnal még nem kerestek meg, egyébként mindent tiktok Hogy lehet reklámozni? Megkerestek, Telenleg. de én, engem És még és ez nem fog fehérítő vacakkal, amit az beletönnek az az a szájukba. a, a Koton reklám egyet, látom, láttam, amikor a, a gyerekek zsírkétával az egész lakást összefürkelek, és akkor ott van mellett, hogy na, ezért kellett volna használni. Ez ezért nem láttam, amikor a boltban a fetreng a földön, a gyerek és üvölt Földeleg. földön fekve, és ott is az, hogy apuka így áll fölötte, hogy és Koton. Hát, bármilyen tárgyat reklámozhatnátok, ami, amit ingatlanba lehet helyezni. Hát te reklámozunk. Kotont is el lehet ingatlan hát mondjuk egyébként nálunk, a, vagy én legalábbis passzívként tolom, tehát nekem az a üzletpolitikám, hogy Hát nagyjából ez volt idáig, míg nem esett ennyit a forint, a költések terén, is, hogy keres annyit, amennyit már nem tudsz elkölteni, de ez sajnos most nem már nem Nem sikerült, nincs, mert el tudod költeni. Igen, mert hát így, igen, de hogy kitalódtak a legyen annyi, korlátok. Hát igen, 2000 forintot csereszni, de nem menjünk rá. Jaj, 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 nem, nem menjünk rá. 2500 forintot rá. rá. Vettem a kenyeret a bulira, 2500 akart. volt. csereszni. Gyerek, akart venni. Mondtad, Ott, hogy nem. Mondom, Á, Az még legalább Ezt három év, mert külkemény meló. Ezt hagyjuk el, engedjük el. Na És nekem inkább az, hogy legyen annyi követőt, hogy az annyi konverziót hoz, vagy annyi leadet hoz. De egyébként azt mondják, hogy én mindig azt hallom vissza ezről az e-mail listáról, hogy, 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 hogy mindent elvehetnek. Így van. Elvehetik, el változhat a YouTube algoritmus, nem tudom, betilthatják Európai Unióba a TikTokot, Facebooknak Mark Zuckerberg, nem tudom, Elkaszálja megőrül, az és, megüljön, és csak 3D-ben lehet. Elkezdve Gabi <laughs> lehet, hogy véletlenül rosszul esik egyszer a padlóra, eltörli a nyakát, aztán utána meg lehet itt a, a Facebook az azt mondja, hogy hello. És viszont az Olyan. e-mail listád az mindig ott lesz. Egy, mert e-mail egy, 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 egy 100 kb TXT fájban kipipálva a GDPR-ra. <laughs> ez különben ez egy, uh, egy vali történet, ugye, mert például a Facebooknál a business résznél, ugye, ahol ahol nem, a, mint privát profil, hanem biznisz oldal, mondjuk akár van egy webshopod. Mm. És uh, volt a Facebooknál régen egy időszak, hogy töménytelen mennyiségű webshopot ültöttek le, és ugye több ilyen, például csoportnak vagyok a tagja, ahol panaszkodtak, hogy 5-10 éves webshopot kaszált el a Facebook, és hiába hónapoknyi levelezgetés. És hát gondolj bele, amikor, hát csak erre építesz, és ez egy ja. nagyon jó példa, és ott bármi technikai oka van, vagy például én februárban letöltöttem véletlenül egy cifet, én, aki informatikus vagyok, és furcsa volt már a cifáj, mert jobb nem kínálta fel a kibontást ide, meg olyan furcsa volt a... Rákattintottam, egy gyerekek egy másodperc alatt átvette a Facebookon felett az irányítást a, a micsoda. Ez a Big zip volt, ami nem, 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 hanem a Facebookon ment egy új ideig ezek a ChatGPT is. Gay Cowboys, Tigers, Most is vannak ilyen, majd kell kiteszünk egy vírus, hogy mi az, ami most megy a Facebookon, amire nem szabad rákattintani. A lényeg a lényeg, hogy gyakorlatilag egy, más, egy percen belül előtte a Facebook, hál' Istennek, de ha jól tudom, az alatt, az egy perc alatt kilenc alkaidás képet osztottam meg. Igen, még én Bocsánat, még te hívtál fel. én, akkor gyerekek, így a a az kb. így ilyenre összeszűkült, és ez egy egy késő este történt, hát nem mondanám, hogy mi zajlott bennem, és mire visszakaptam, ugye Facebook képződik, Miami-ből háromszor felhívtak engem a Facebook-tól, szóval ebben büszke vagyok, mert nem sok élő ember van a földön, akit a Facebook-tól felhívtak engem háromszor, és volt olyan oldalam, ami két-három hónap levelezgetés után ö, kaptam vissza. vissza. És ha nekem ezen egy webshopom lett volna, ugye ilyenkor mit csinálja a vírus? Hátja. Automatikusan elveszi az adminisztrátori jogosultságodat, az az első, hogy kizárt téged. Nem tudsz mit csinálni, és utána kezdi el csinálni az okosságet. És erre nagyon oda kell figyelni, nem szabad egy lábon állni, és ez, ez nagyon van olyan rék, adom, hogy van. Ettől. Jó, istenem. Hát de az a... Az az azt lehet, hogy benyalod ezek. Ha már hibáknál nem, tartunk nem, egyébként nem, 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 volt, hanem az egy szoftveresen vettem. Sárcok, hogy egy picit csúszunk vissza a témánkra. A brand kapcsolatban beszélgettünk. Nem, nem, az, egylábonállásról egylábon beszéltük, hogy mennyire az az fontos az, oké. Ide is ez például egy nagyon jó hiba, az egylábonállás, állás, és akkor beszéljünk is akkor a hibákról, hogy milyen hibákat nem érdemes elkövetni, vagy nem szabad elkövetni, ha már berendépítésről beszélünk. Igen, például ezt, hogy, hogy mondjuk csak a social platformokra hagyatkozol, Hiába építesz tényleg ott. Én is ügyfélkörben is hallottam rengeteg tíz évnyi kőkemény meló egy Facebook oldalba, csoportba, rengeteg millió forint elköltött időt, és egyszer csak véletlenül letiltja, és, és kuka. Kellenek saját csatornák, és ez egy ilyen van, amit, amit mindenképpen kell mindenkinek, ez az a saját e-mail lista. Láttam olyat is, jó pár ügyfél jött hozzám, hogy 20 évig dolgozott multiknál, különböző cégeknél, mint tréner, mondjuk, az e szakértő. Liste. Nem, nem, hanem hogy most már önállósodna, és, és szeretné a kezébe venni a saját sorsát, csak nincs semmije. Nulláról kezdi. Nincs egy ügyfélkör, nincs egy, lista, akinek tudnak kommunikálni. Mielőtt elmész a cégtől, egy copy -paste, egy pendrive egy és... Egy gyorsan export, email e list export. Nem ezt mondom, hanem hogy, hogy óriási érték az, hogyha akár csak egy 100-200-500 embernek tudsz küldeni egy levelet, és elmondani azt, hogy indítok egy új képzést, vagy lesz egy új workshopon, vagy lehet hozzám jönni konzultációra. Hát sokan nem tudják, de az információ, azt szóval, hogy közhely, de az egyik legnagyobb érték és hatalom tud lenni. Igen, meg a kapcsolat. Igen. Ha el tudsz érni Igen, embereket. A Tehát a, a Facebookon, Youtube-on, a többi csatornán el tudsz érni embereket, de nem te döntöd el, hogy kiket és mikor, és, és hogy ez mikor változik. Úgyhogy emiatt a, a nulladik nem tudom, a hányadik nulladik pont, ez, a, ez nem a nulladik, de de nagyon fontos pont az, hogy kezdjünk el szépen listát építeni, ne csak a social platformokra hagyatkozzunk. És amit még mindenképp megemlítenék, az a könyvírás. Hiszen ugye engem is ezért, ezért hívtatok. A, a könyv, az, az így szoktam mondani, feltesz a felső polcra téged, mint szakértő. Ezt akartam mondani, hogy könyvet nagyon kevesen írnak, és aki, na most, csak az a na egy az én szubjektív véleményem az, hogy ha valaki már könyvet ír, az nekem az már a felső polcon van, ahogy te is fogalmaztál. És aki három könyvet ír, meg egy munkafüzetet, Kettő. <laughs> Nagyon durva. Igen, igen. És ott látom a polcotokon például a Szendrei Ádámnak a könyvét, a gazdag, hogy boldogant. Ez én polcom, de nem tudom. Ah, oké. Okay. <laughs> mindig ki polcom, kell előnni. Kék, kékot, én könyvem, én polcom. Ja. Hát Ádám de ott is, a Szilvinek a, a könyve is fent. Szilber ott Szilvi. Igen. Ádám is ezzel indította el a saját márkáját. Hogy a faszba kerül az ide. <laughs> Most nem már tizen, tudom, 18 ezer eladott példánynál tart nagyjából. Akkor ez ezért. is. Mi, mi segítettünk neki, én, én segítettem neki még a márkája elindításában. Neki is nagyon komoly kérdés volt, hogy pénzügyi tanácsadóként öltönybe, zakóba mászkáljon-e a, a, az utcán meg az ügyfelekkel, vagy pedig, vagy pedig pólóban, ahogy ő szeret. Úgyhogy neki is ez egy fontos kérdés volt az elején, illetve a könyvel indította be igazából a saját márkáját, és azt is úgy, hogy amire nagyon szuper a könyv, az enyém is ugye arról szól, hogy egy saját szemléletet be tudsz mutatni. Hogy egy adott területről te hogyan gondolkodsz, hogyan működsz. Most már ideje elolvastam. Ideje, Ezt anno azért vettem meg. Ez még az első kiadás, itt még nincs rajta, hogy hány adott példány, most már rátesszük itt, hogy tizenképpen. Ez olyan mérőzőt. lesz, mint régen azok a, a bélyegeknek az első bűző, lehet, hogy ez már egy komoly értéket Meg ezt képvisel. alá kéne akkor, most Nem már hagytattunk. Ne, én azért vettem ezt meg, mert a csávó az szerintem százezreket hirdetett el a YouTube videóimon mert, mind, mert mind, hát rengeteget hirdetett YouTube-on, de hát a, a, mivel vagy az enyém az meggondolom gondolom iparákba vágott, ezért, Na, azért sokat vett nálad, mindig a... néztem, hogy, hogy megnyílnak a videóim, és állandóan ő van előtt. Igen, ő egy nagyon jó példa, hogy, hogy érdemes személyes márket építeni, egész egyszerűen csak elmondja a gondolatait nagyon jól rendszerezve és érthetően lefordítja a pénzügyeket a érthető nyelvre. Szóval visszatérve a könyvírás egy szakértő vállalkozónál egy, egy óriási lehetőség. És azért akarom ezt kihangsúlyozni, nem csak mert könyvkiadóként tudunk ebben segíteni, hanem mert én is rájöttem igazából az elmúlt 25 évemet, ez határozta meg. Amikor belevág valaki egy könyvírási folyamatba, akkor olyan mindsetbe, olyan folyamatba rakja magát vállalkozóként is, aminek nagyon-nagyon sok pozitív hatása lesz, nem csak a könyv, sőt, nem csak akkor, hogyha már megjelent a könyv. Simán lehet azt is mondani, hogy dolgozom egy könyvön, szeretném megreformálni az ingatlan értékesítést, vagy eladást, vagy felkészítést, vagy bármit, vagy csak a piacról akarok egy leleplező könyvet, egy regényt, egy bármit írni, vagy egész egyszerűen összekötni azzal, hogy mennyire határozzák meg az ingatlanok, a lokációk, az életünket. Rengeteg téma van itt. Uh -huh. Ha azt mondod, hogy írsz erről egy könyvet, akkor egyrészt felkerülhetsz már ettől a felső polcra, meghívhatnak egy csomó adásba, podcastbe, bárhova, hogy beszélj a témáról, hiszen komolyabb lesz ettől, nem csak csinálom, meg vállalkozgatok, hanem írok róla egy könyvet. Akkor is csinálhatod, hogyha nem te vagy a téma a legnagyobb szakértője, mert mondhatod, hogy kutatom ezt a témát, és szeretnék egy jó könyvet írni. Ezzel be tudsz vonni nagyon sok szakértőt, ismert embereket akár, meg lehet keresni. A könyv az egyetlen ilyen, Mondhatom azt, hogy írj egy előszót egy ajánlót a könyvemhez. A könyv ugye ki vagy nyomtatva, az egy menő cucc, mai napig, és, és ismert embereket meg lehet ezzel uh, nyerni, ahogy boldogok lesznek attól, hogy bekerülhetnek egy nyomtatott könyvbe. Még egy online tréningnél mondjuk ezt egy kicsit nehezebb elérni például. És uh, mondhatod azt, hogy kutatom készül a könyv, és mondjuk három év múlva készül el, vagy öt, vagy tíz senki nem várja el, hogy hogy egy hónap alatt megcsináld, mint mondjuk egy blogbejegyzést én, vagy <laughs> néha kettő. Szóval nem tudják, egy hogy ez. mennyi egy, egyébként egy, egy ilyen könyv? Mennyi Megírni? Uh -huh. könyvet? Um, egy fél év? Változó egy. volt. Van olyan könyv, amit öt éve írok, de ennek az első verzióját egy fél év alatt írtam meg. Igen. Az létezik, hogy, hogy már úgy is lehet könyvet írni, hogy te leírod a saját nyelveden. Most writer -en? Hát... Tehát igen, 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 gyakorlatilag ilyen, hogy odaadod egy profi szakembernek, és a te által leírt dolgaidat rendszerezi úgy, összerakja, nem csak ugye kitölti, egy bő, bővebb lére ereszti, hanem tudja, hogy struktúrálisan esetleg az hogyan kell bepakolgatni. Ilyen létezik? Persze, persze létezik. Ilyen könyvek például a páferinek a könyvei. Előadásokból készülnek, uh -huh. készülnek könyvet, könyvek, interjúkból. Olyan könyveket is olvastam már, ami konkrét interjú az egész könyv. Igen, Vekkerdittől olvastam ilyeneket. Um, ez egy szabad formátum. Olyan is lehet, hogy te egy regényt írsz, tehát a gondolataidat egy regénybe öntöd. Egerszegi Krisztián új könyve ilyen, zseniális jövőkép, nagyon ajánlom. De Ezt is ők iratják, vagy saját maguk írják, csak kíváncsi vagyok. Um, változó, van, aki meg tudja írni saját maga. Van, akinek meg egy egész csapat segít, és vannak olyan, igen, nekünk is van olyan munkatárs, aki, aki tud segíteni úgy is, hogy egy betűt nem kell leírnod, csak mondjuk interjút készít veled többször akár napokig, és abból megszületik a testílusodban a te szavaiddal. Mennyibe kerülne, könyvet? ha én most könyvet szeretnék egy adott témába íratni? Attól függ, hogy mennyi ilyen segítségre van szükséged. Hogy Mondjuk hát te... sokra. 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 Hát az összesre. Hát egy, egy két, 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 és fél millió forintból mi? ki lehet hozni. Egy könyvet? Egy könyvet, És ha megjelenít, ez csak a munka. Hogy kerül ez piacra? Csak kíváncsi vagyok, hogy mit jelent az, hogy mondjuk készen van az anyag, akkor a, ugye magát ezt kinyomtatni, mire bekerül a boltokba, ez úgy tehát, ha nincsenek haverja, a ner akkor a Librit felejtjük. De most már. Igen, ott majd alakulnak a dolgok. A, a legjobb, hogyha ezt is vállalkozóként teszed, tehát a te saját oldaladon árulod a könyvet. A webshop, lib egy webshop Nem, rán. Nem is kell webshop, hanem elég egy, egy, egy landing oldal. Landing ahol azt az egy könyvet meg lehet venni, esetleg csomag még tehetsz mellé, hogy valamilyen más tréninget. Könyv plusz ingatlan eladás. Így akkor azt mondja, hogy két Így és van. fél millióba egy profi könyvet ki lehet hozni. Így van. De, hogyha te magad meg tudod írni, és csak egy korrektorra van szükség, aki kiavítja a helyesírási hibákat, egy-két ilyen alap dolgot, akkor akár másfélből is. De benne van az alapanyag is? Benne van, meg a papír is, meg a festék is benne van, igen. Kettős fél millió forintban? Igen. Hülyének is megjön. Nekem most, Nem nekem. én már a harmadik gyerekkönyvet írom, már a kettő készen van, félig meddig. És ki fogja kiadni? Hát valószínűleg én. Még, még nem Sorba Dániel kiadó. Nem, én azt a verziót csinálom, hogy valószínűleg, hogy Patreonon gyűjtök rá lét, és akkor amennyien meg felirat, a venni, annyit igen, annyit kinyomtató. aztán a... lehet mostanában azért, mert valami, tudom már mosolyog, gondolom nem én vagyok az első, aki ezt megkérdezte, hogy nektek is megfordult nem a Nem, nem tudom, nem úgy értem, szakaszokból része, igen, most már ilyen 16 ezer tokent is meg tud csinálni egyszerre, hogy Mennyire, mennyire lehet ez a jövőnek esetleg az egyik opciója, mint könyvírásnál? Abszolút. Hát ez egy eszköz, amit nagyon jól lehet használni, nyilván rosszul is. Mikrofont is lehet jól és rosszul használni. Egy pisztolyt. Meg a pisztolyt, meg a kést. Pisztolyt lehet, hogy így. Hát star Jogos. Oké, egy nagyon jó példákat tud hozni. Beírhatsz bármilyen um, élethelyzetet, vagy tanulságot, és mondjuk kérsz tőle tőle film sokkal gyorsabb, ugye egy pár másodperc meg megvan, mint elkezdeni gondolkodni az emlékei. Pierre Woodman. Ja. <laughs> az túl könnyű, az összes a fejedben van. <laughs> példákat, tudjuk inspiráció, mondani. ötletek. Igen. Úgyhogy... Uh... Na, szuper. Jó, egyszerűen szerintem úgy kb. föl a, feltérképeztük ezt a brandépítést, meg amikről lehetett beszélni. Remélem, hogy tök sokat tudott tanulni az, aki hallgatta, hogyha szeretne veled találkozni bárki, akkor hol tudja ezt megtenni? Hát, um, milyen honlapon vagy ilyesmire gondol? Brandbirds.hu Brandbirds. Megtalál, igen. Hogyha pedig könyvet szeretne írni, vagy érdeklődni, hogy hogy működik a könyvkiadás, írás, akkor az meg igen, a bookship.hu Bookship. Book Book ship olyan, mint a bookship kutya, csak ez ship. könyv és hajó. igen, bookship könyv. És hol lehet a könyvedet megvenni? Könyvet a brandbirds.hu oldalon a könyv. Valami mondom. kedvezményt kapunk, ha már behívtunk meg. <síns> <síns> Már megint. <én. síns> Jó van. Hát én arra gondoltam, hogy lemérem, hogy a hallgatóitok mennyire szeretnék az én könyvemet megvenni, úgyhogy elég durva kuponnal készültem nektek. Uh, opa, ami uh. ugye kalmárok, ezt kell beírni. Szuper! most szóval tényleg kalmárok, kell kalmárok, kupon, igen, és egy kal és 50 öt, százalék. Uh, hát oh, nagyon stop. szépen köszönjük. Oh, oh. <laughs> nagyon That's szépen köszönjük. <laughs> Ez <laughs> nagyon jó hangzik. Ó, ez jó. Ez Igen, nagyon jól hangzik. Van még 200 darab a raktár, vagy hogy gyorsan szeretném ezt. Azt színt. a 200 at elpatintják fjellem, a hallgatóink. Figyelj mert ki, ki, kéne pucolni ezt a kurvosok régi könyvet. Várjátok, azok, azok, egy jó, százalékba. a Bemegyek a kalmárokhoz. <laughs> jó, 50 százalék, nagyon szépen ez köszönjük. Jó. Kalmárokat kell beírni a... Melyik oldal? Brandbirds volt? Brandbirds.hu. Ha meg kiadná könyvet, akkor buksik.hu. Na, de a leírásba úgyis majd belepakoljuk. Igen. Na, hát gyerekek, ez volt már a 128. Nagyon szépen köszönjük, Robi, hogy befáradtál köszönjük hozzánk. Köszönjük szépen. Köszönöm uh, az évesem. Jó volt. Igen, minden. Most leállítom. Puszi, Pacsi, <laughs> gyertek. Sziasztok.